Das Feeling des Frischquebens ist zurück. El is kezdődik, hölgyeim és uraim, ebben a pillanatban a mérkőzés 2-2 már egyébként. És akkor Muskó, Péter Cükö, Dániel, Lorenz, Salifu mérkőzés. Összesítésben 2-1-re vezet az Iszen csapata a Peac ellen. Hát reméljük, hogy ezt a páros behúzzák a fiúk, és akkor 2-2-nél folytatódhat egyénikkel a mérkőzés. A másik asztal egyébként a bronz csatában. Kiegyenlített a Cagliari csapata 2-2 a párosban. Pozicki-Cang páros nyert 3-1-re a Simon Vicek ellen. Így tehát ott 2-2 az állás. Itt még nem 2-2, de reméljük az lesz 2-1 még mindig. És 4-3-ra vezet a Salifu-Lorenz páros. Tegnap ugye az egész összecsapás előtt azt mondta Cükő Dániel, hogy nagyon érzi a termet, jól megy a játék mindenkinek. Az első nap után egy kis átalakítás történt, 5-4 közben, tehát egy kis átalakítás történt. A nap besütött, gyakorlatilag rá az asztalra is hátrébb hozták az asztalt a szervezők. Ez egy kicsit megváltoztatta a dolgokat, a labda aerodinamikáját, a területet, de hát gyakorlatilag nem lehet erre fogni a fiúknak, hogy most már két meccset is vesztettek. Hát ez a francia csapat nagyon jó. Ezt visszaadta Lorenz szerencsével, 7-4-re vezet 3 pontos előnnyel a francia páros. Közben ugye 2-2 az Overwart Cagliari csata, bronz csata, és Pozicki játszik, úgy se kívánnal majd. Ebben a pillanatban el is kezdték a mérkőzést, ott is. Tehát ők egy meccsel előrébb járnak, 8-4-re vezet közben már a Salifu-Lorenz páros, 8-5. Szép üres szerva volt, megette nagyon. Lorenz. Metz, új szerva. Ugye természetesen a szabályokkal tisztában vagyunk. Két-két játékos egymással szemben, egymás ellen. Egyszerre az egyik utána a másik ütheti meg a labdát. Egyszer az egyik, egyszer a másik. 9-5 már közben. A szerválás az keresztbe, tenyeres oldalon a másik tenyeresére történik. Egyébként a párosban közben 9-6, nagyon szép rövid lerakás, nem tudta megpörgetni a francia fiú. Párosban nem annyira jön ki az egyéni mi volt, vagy a játékerő, vagy a játék stílus. Gyönyörű szép pörgetés Cükültől, 9-7.
Tehát, hogyha egy páros össze van szokva, akkor az egyénire lebontva jó páros is meg lehet gyakorlatilag verni, ki lehet taktikázni egy meccset. Közben már 9-5-ről 3 pont megszerzésével könnyű matematikai felszámolás után 9-8 cikülad. 9-9, most már jól van. Szoros az első szett is már. Szalifu fog adogatni, 9-9 utolértük a francia párost. Muskó fogad majd. Ez szép örgetés volt, 10-9. Rossz helyre nyeste le a labdát Muskó. Fiatal francia fiú, meg is pörgette. És elfogadja. Két Muskó hiba, 11-9-et eredményez, vezet a francia páros, a Lorenz Salifu páros, ilyet jön a második szett. Ismét itt vagyunk, kedves nézőink, a második szettel szerencsésen megszerezték a vezetést, közben egy pillanatra lekapcsolódott a villany, valaki tréfás kedvében volt. Második szett elején majdnem szétvágta a kezét és az ütőjét Salifu. Végül is nem. 1-1. A Vicek-Pozicki páros, mérkőzés 1-0-ra áll. Vicek vezet, tehát a bronz csatában összesítésben 2-2 ott. 2-2 itt a szett arány. Bocsánat, nem a szett, hanem Poinának. Ha itt esetleg nyerne a francia páros, akkor a következő mérkőzés, egyéni mérkőzés, az a Varga Salifu lenne. Úgyhogy az eddig veretlen Salifu valószínűleg nem lenne kis falat Vargának. Úgyhogy jó lenne megnyerni ezt a párost, és utána, ha véletlen nem tudna nyerni Varga, akkor még lehetne javítani Cikűnek és Muskónak. 4-2, 1-0, 4-2 sajnos. Elhúznak két pontra, két ponttal ebben a szedben is. Thank you.
Szűkő Dániel közben Salifúval beszélte meg azt az ügyet, hogy Salifú dobja magasabbra a labdát Servánál. Közben egy fantasztikus labdamenet. Az gyönyörű! Az gyönyörű! Szűkő Dani estében tudta még egyenesbe visszahúzni ezt a fonákot. Nem is jött vissza 4-3. Jó van, ez jót tett. Úgy a fiúknak, úgy a közönségnek. Ezt befejezte Lorenz, fölcsúszott a labda. Szépen megölte az ifjú francia. 5-4. Nem tudta lepörgetni. Zwickl így tehát ismét 2 pont az előnye az üszeni párosnak. 6-4 ezzel. Elpörgeti Zwickl. Sajnos az ilyenek nem férnek bele. 7-4 már, 1-0, 7-4. Tetemes az előny. Ezt viszont szépen beütötte, javított. Szűkő Dániel. 7-5. Közben, és Bozicki bandálkodott egy sort, ez véletlenül, de fölrúgta a bíró sportárs Bódis Attila bírói emelvényét, és a számlálót le is lötte, de hát minden rendben most már, nem is kapott sárga lapot. Na mindegy, jövünk vissza a mérkőzésünkre, amikor is 7-7 már. 8-7, újabb egyszerű hiba. Vezet Salifu Lorenz páros. Az gyönyörű. 8-8, Áspongrác magyarázza orosznak, hogy így kellene mindig csinálni, ennyi az egész. 1-0, 8-8, visszajöttünk ebben a szedben is. Után 3 poén zsinórban és 10-8-ra vezet a Zwickl Miskó páros. Kékedi Tibor nyugtázza fél csalfa mosollyal a dolgot. Két szetlabda tehát egyenlíthet a pécsi páros. Nem, 10-9. Nincs még meg az a fránya, 11. pont. A nézők már nem bírják, és a hálóra másznak. Azt viszont jó! Így van! Ezt rendesen kidolgozták a fiúk, sakmat! 11-9, első szettet 9-re nyerték, a franciákos 9-re, a pécsiek.
az azt eredményezi, hogy egy-egy a mérkőzés állása, és minden kezdődhet előről. Most már, aki még kettő szettet nyer, az hozza csapatát jobb helyzetbe a végső elszámolás szempontjából, a másik mérkőzésen pedig összesítésben ugye 2-2, és ebben a pillanatban 11-9 Vicseknek Bozicki ellen. Nagyon szerencsés volt egyébként Bozicki ebben a szedben, nagyon sok csúszát adott, de hát Vicseket így sem lehet megverni. Nem tört el szerencsére a számláról Bódis Attilánál, úgyhogy minden rendben, tehát ott 2-0 Vicseknek. És már jönnek is vissza a fiúk, nem sokat pihennek, nehogy kihűljenek. Kezdődik is a harmadik szett. A pécsi fiúk adogatnak név szerint Zwickl Dániel. Az gyönyörű! Nagyon rossz mozdulattal próbálta lepörgetni az iszeni. Lorenz eltört a csuklója és úgy próbálta. 2-0. Így tehát. Ez hosszúra ment. 2-1. Két kiszerva. Zwickl magyarázott még ellenfelének, tehát nem sokat ért vele. 2-2. Megint egy üres szerva, Muszkóta megzavarta ellenfelét, és Zwickl be is fejezte 3-2. Megpróbálta meg bedobni az ütőjét Zwickl, hogy úgy talán visszaadja. Nem sikerült. 1-1, 3-3 talán. Azt előtti Zwickl. Pedig Muszkó milyen szépen csinálta, kontrollálta a falsot a labdában. Egy pontos iszéni vezetés. 4-3. Szép indítás. Zwickltől ügyesen megpörgette a labdát Fonákról érdekes mozdulattal. 4-4. Az gyönyörű! 5-4. Tenyeressel húzta meg Muszkó. Ön okosan, gyönyörű nagy fals volt benne, ki is dobta az ellenfél ütőjéről a labdát. 6-4, két pontos magyar elő. 7-4, jól van. Négy már! Zúga, hajrá, Peac!
8-5, 3 pont még az előny. Muskó adogathat még egyszer. Lorenz fog fogadni. Ebben a pillanatban egyébként Micsek Iván megnyerte mérkőzését 3-0-ra. Megverte Bozicki. 9-6 közben mi mérkőzésünkön. Pillanatokon belül 2-1 lehet. Lenzét tartják magukat. Kidobja álló, 10-7. Jó van, oké. 3 pont, az előny, 3 szett labda. Szükül fogadogatni. Az nő. 11-7, 2-1. Orosz kapcsol. Hajrá, Peac, így van, 2-1. Hamarosan jön a negyedik szett. A másik asztalon egyébként Németh Károly játszik majd Kuznyecovval. Cánkulva játszik Németh Károly, tehát 3-2. Az Obervár csapatának hamarosan jön nálunk a negyedik szett. Kapják a tanácsot a fiúk, hamarosan jövünk. Egy és 1-1 a szedben a poénok aránya, tehát vezet a pécsi páros, a Muskó-Cvikül páros. Nagyon jó lenne, ha megnyernék ezt a mérkőzést, és akkor 2-2 visszajönne Egárra. Szép, visszajönne Egárra a Pécs. 2-1, Cvikül fog adogatni Lorenznek. Nagyon kiegyenlített csata ez is, mint a döntő eddig összes mérkőzése. És poén 3-2 ide. Úgy érzem, Salifu az előző szett vége óta elvesztette az ütemet, elvesztette a fonalat, és nem tudja már húzni a páros. Lorenz egymaga pedig nem elég, sajnos a franciák szempontjából, de a magyarok szempontjából ez örvendeztető, hiszen 4-2-re vezet a Muskó-Cvikül Peac páros. 4-3, ezt elszórt a Cvikül. Másik mérkőzésen már elkezdődött.
Az első szett 3-3. Ugye Németh Károly és Cang Kuo. Szépen csinálták. Viszeniek. Visszahozták a labdamenetet, és 4-4. Szálik Juad, majd Cipő Danina. Az gyönyörű! Öt négy. Egy pont. Szűkös előny. Itt a negyedik szedben. Szálik Juad. Azt, ami még nem tudta visszahúzni. Cipő. Próbáltam megmenteni a labdát. 5-5. Szoros csata. Szoros csata nagyon. Az gyönyörű! Ász Pongrác is felállva! Hihetetlen! Hihetetlen! Elrontja Muskó. Gyönyörű lejjelet volt, gyönyörű. Szinte kurult a labda az asztalon. Ezért érdemes kimenni egy ilyen mérkőzés, és ezért érdemes nézni a ppko.tv-t. Élőben Final Four-t. 2-1-6-6. Szépen csinálták, fals induló. 7-6-ra átveszik a vezetést. A francia fiúk. A Renc fog adogatni Muskónak. Azt nem lehet, így van! Azt nem lehet! 7-7! Hihetetlen érzelmek a kispadokon, át Pongrác feszült. Ott van Vicsek Iván, aki ezen a mérkőzésen nagyon szépen játszik, és eddig kettőt nyert, egy párosuk és egy egyénit. A Cagliari ellen ez rossz indítás, ismételten vezetve a francia páros, az iszeni duett a Laurent Salifu. Egység 8-7. Muskó adogat majd. Ez szép! Ez szép! Kileste Cipül, hogy nem hosszan kapja most a labdát, hanem röviden és belépett is gyönyörűen beütötte 8-8. Így 3 pontra gyakorlatilag a mérkőzés megnyerésétől a Muskó-Cipül páros. Így van! Lorenz beremeg, beremeg, a fiatal versenyző nem bírja a feszültséget. 9-8, miért már csak két labda? Már csak két labda, és a piac kiegyenlített itt Final Four nem nagyobb döntőjében. Már csak egy, már csak egy! Salifu bizonytalan. Háttérben az Overwatt játékosa Simon Ferenc is tapsol a hazaiaknak és a saját csapattársának. Tíz nyolc, kettő darab mérkőzés abban. Simon Ferenc és csapata megszerezheti a harmadik helyet, ha most Németh Károly nyerni tud, vagy ha 3-3-nál is nyerni tud. Overwatt egyik játékosa, itt pedig meccslap. Így is van, így is van! 11-8! Hol áll a nézősereg, hölgyeim és uraim? Úgy ünneplik a fiúkat.
kiegyenlít tehát a Feac. A gratuláció a másik csapatnak. Tisztesen helytált a francia páros, de hát ez most kevés volt a hazaiak ellen. 2-2-ről folytatjuk a következő mérkőzés. Salifu Varga Zoltán, fantasztikus csata lesz az is. Kis pihé után jövünk vissza.